És akkor kezdődhet is a mérkőzés. Fehér-piros szerelésben a vendégcsapat, lila-fehérben pedig az Újpest együttese, és a gyergyóiak hozzák el az első bulit. Mert az mindenképpen érdekes volt az utolsó találkozója az Újpestnek a Béja elleni, hogy miért alakult végül is az, hogy ők most itt egymás ellen játszanak, de hát erről nem beszélünk most, ahogy az várható volt. Sárpátky góljával megszerzi a vezetést a Gyergyó a második harmad elején. Sárpátky előtt adódott egy hatalmas lehetőség közvetlen Rajna kapuja előtt, és Sárpátky maga biztosan használta ki, lőtte ki a botos felsőt. Szilvesz. Itt is középen egy magyar csatár, Vince. Igen. Szilveszről kapja, ő lőhet, és ez be is csorog. Rajna beleért ugyan, de hárítani nem tudott, csak lefékezte picit a korongot. Nagyon gyorsan, 19 másodperc alatt kihasználja az előnyt. Gyakorlatilag a buli után rögtön fel tudott állni a Gyergyó, nagyon szépen megjáratták a korongokat, és... És ezzel 2-0 már. És ez egy nagyon fontos másfél perc lesz utána a hazai csapat szempontjából. Először ezt a 4-4-et meg kell úszni, és aztán utána kell újpesti szempontból gólt szerezni. De hát ott a helyzet, és egy kapuvas, és a kipattanó visszakerül még, és azt már sikerül bekortorni Haranen. Neked volt igazad, ugye én már kicsit előre gondoltam a Gyergyónak a támadó erejét figyelve, ez a 4-4 is egy nagyon veszélyes szituáció. Haranen volt, aki nem először lépett fel a támadásokkal, és nagyon szépen kibújt, megverte az emberét. És óriási szerencséje is volt, hogy a kapu vasról visszapattan, és pont oda elé. És ebből mehet Bodó. Nagy lendülettel, Szabónál sokkal gyorsabb, és ebből is lesz egy büntetés. Büntető lesz, így van. Során. Na lássuk, Bodó Krisz. Felvarja a bal felsőbe, gyönyörű gól. Extázisban a gyergyói szurkoló, kicsit meg is ünnepelteti magát, ahogy azt kell Bodó. Óriási kedvenc, de szerintem mindenhol, ahol játszott. Neki is. Megvan az első gólja a mai napon, a negyedik meccsen, a negyedik a párharcban. Említettem neked, nem tudom, hogy sérülés, fizikai oka mi lehet ennek. Egy biztos, hogy kis Dánielnek a játéka biztos, hogy hiányzik. Azért fizikális, erős, tapasztalt hátvéd, de ez nem mentség arra, és közben egy újabb szilveszter találat. És hát amit meg kell említsünk, hogy a meghatározó gyergyói játékosok hozzák magukat, és talán ez a másik oldalon úgy szintén egy hiány. Lakkonen, Metsämäino az első sorban, Szerelainen igazán komoly helyzetet sem tudott még kialakítani a mérkőzés során. Nagyon sok mérkőzés volt, közben egy újabb védés Rajnától, ami miatt, ugye, amit érdemes megemlíteni, hogy évek óta nagyon sokszor hozta az eredményességet. Szabó meg, és egy, na, hát így! És egy szép találat Szabó Rásztól. Fiatal, lelkes játékos, legalább ennek örülhetnek az újpesti szurkolók, és ez a mentalitás kell itt a harmadik harmadra. És egy újabb eladott korong. És ebből a kiugratás, Szilveszről sokadik szólója, és ezt most belövi. 6-1. Szilveszről mester 3-as. Azért mondtam, hogy ezt most belövi, mert ugye a szólóból még nem lőtt gólt. Tiala veszítette el a korongot a támadó harmadban. A fizikumot, az agresszivitást, az egy-egy elleni párharcokat, a letámadásokban, az ütközések befejezését hiányoltam. Érdemes lesz megvizsgálni, na, közben egy viszont, nagyon szép találat. Szép. Kis Patriktól, aki úgy szintén olyan szempontból dicséretet érdemel, hogy küzdött. Hát igen, csak az a helyzet, hogy az arany mezes játékosod a negyedöntő utolsó mérkőzésén, szinte az utolsó percben szerzi az első gólját. Aki esetleg nem látott még rájátszás mérkőzés, ilyenkor van a készfogás is a párharc végén, nem meccsenként, mint sima alapszakasz találkozón.